Idén is közel 1000 résztvevőt vártak az EGRI Critical Messre. A fővárosban idén nem szervezték meg a biciklis felvonulást, így Egerben gyűlt össze az egyik legnagyobb tömeg. Az, hogy Pesten nem rendeznek, azt nagyon sajnáljuk, mert ők úgy gondolják, hogy már elérték a céljukat, de mi úgy gondoljuk, hogy ha minden cél megvan, akkor is az embereket kihívjuk mozogni, sportolni, egy kicsit levegőzni, tehát ez mindenképpen cél marad. Óriás buborék fújók is szórakoztatták az indulókat, ezt persze leginkább a kisebbek élvezték. Legtöbben mégis a kerekezés miatt jöttek el. Néha szoktunk kimenni, meg hogy sportolunk, meg hogy lefogyjunk, nehogy üljünk a kocsiba, ezért szeretek biciklizni. A tömeg jó része már nem először pattan nyerekbe a kritikus tömeg tagjaként. Második alkalommal veszek részt rajta, és Andor tájáról jöttünk be, de hát nyilván a sport miatt, meg a mozgás miatt, mert az nagyon fontos nekünk. Idén az EGRI érseki fiúkórus is végigbringázta a felvonulást, még egyenpólót is készítettek a közös kerekezéshez. Számunkra fontos a sport, mint tehát szerintem minden gyerek szeret biciklizni, mármint majdnem minden, és akkor Szimini mondta, hogy van ez a Critical Mass, és akkor úgy gondoltuk, hogy kijövünk, és akkor legalábbis ezzel is hirdetjük a kórust a pólóval. A tömeg először a Lajosváros felé vette az irányt, a Liszt Ferenc téren pihenőt tartottak a bringások. Gyertek be egészen a szalagig, hogy jó csoportképet tudjunk készíteni! Legtöbbjüknek talán meglepetés volt a közös csoportkép, egyszerre emelte a magasba mindenki két kerekűjét. A felvonulás idén is elérte célját a szervezők szerint, felhívta a figyelmet a környezettudatos közlekedésre a Föld napján.